Szép napot kívánunk mindenkinek, megérkeztünk egy órája vagy másfél órája Nyerges Újfalura. Itt a Dunaparton vagyunk, mindjárt megmutatjuk önöknek. Itt van mellettünk egy épület, ez a Nyerges Újfalui Tanúszoda és Sportkomplexum. 2013-ban, amikor az eddigi legnagyobb árvíz volt, akkor itt az épület aljáig erre a szürke részre, hogyha megmutatja a kollega, ért a víz idáig. És most a legfrissebb hírek szerint magasabb árvíz várható, mint 2013-ban. Hogy itt helyi önkéntesek, önkéntes tűzoltók és a Tiszapárt aktivistái építik ezt a nyógátat. 12 homokzsák magasságig kell majd megépíteni, most ha jól látom tartunk körülbelül 5-nél 6-nál, úgyhogy dupla ilyen magas lesz, itt egészen végig húzódik a nyógát. Körülbelül hasonló a szituáció, mint Neszmélyen volt, vasúti töltés és egy átjáró. Itt sincs kiépítve a mobilgát, az a fémlap, amit Ausztriában mindenhol látnak, és pár óra alatt megoldaná ezt az egész problémát, a MÁV nem volt hajlandó, vagy a hatóságok ezt engedélyezni. Több helyen itt Nyerges Újfalon is ugyanez a probléma, mint Neszmélyen, úgyhogy körülbelül 100-an zsákoljuk itt a homokot, és próbáljuk megvédeni ezt a sportkomplexumot, ahova nagyon sok helyi kisgyermek jár sportolni. Amit szeretnék önöknek elmondani, és ami szerintem fontos és közérdeklődésre tarthat számot, hogy több helyen voltunk, ma már sehol nem találkoztunk, se a katasztrófavédelem, se a honvédség, se a rendőrség embereivel, itt önkéntes tűzoltók dolgoznak, és egyetlen egy vízügyes szakember érkezett ide, Debrecenből rendelték. Az a mondás, hogy a nagyobb városokban vannak a helyi vízügyesek, a többiek a kisebb településekre, az ország más részeiről rendelik át a vízügyeseket, ami rendben is van, azon kívül persze, hogy ők nem rendelkeznek itt helyismerettel, de semmilyen hivatalos szervet nem láttunk sehol se. A miniszterelnök úr, ha jól láttam, 2-3 perccel posztolt a Facebookra először Arnold Schwarzenegger után, ugye 2 napja vele gyúr a gymben, amikor az egyik legnagyobb árvízhelyzet van Magyarországon. Most végre észrevették Rogán Antalék és Menzer Tamás és a kormányzati kommunikáció, hogy éppen több ezer vagy akár 10 000 civil dolgozik a gátakon és próbálja megmenteni a településeinket, miközben a hatóságok, a honvédség, a rendőrség és a katasztrófavédelem sehol, legalábbis mi nem láttuk őket. Miniszterelnök úr, innen is arra szeretném felszólítani, hogy mint egy éppen még regnáló kapitány, jöjjön ki a Parancsnoki hídra, adja ki az utasításokat, utasítsa a honvédséget, a rendőrséget és a katasztrófavédelmet, hogy azonnal segítsenek a civileknek. Ha itt nem dolgoznának civilek Komárom-Esztergom megyében, akkor szinte sehol nem épültek volna meg ma ezek a nyúlgátak, vagy ezek a homokzsákkal történő lezárások. És még egyszer szeretném megmondani önnek, miniszterelnök úr, szerintem most jelenleg nem a viták helye van, hanem a nemzeti összefogás ideje a következő hét. Én javaslom önnek, hogy mondja le a Strasbourg Európai Parlamenti vitát, mi ezért önt nem fogjuk kritizálni, halasszuk el egy októberi időpontra. Természetesen, hogyha kimegy annak ellenére, hogy ilyen veszélyhelyzet van Magyarországon, lelke rajta, akkor én is ott leszek Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. De én azt javaslom, hogy fontolja meg, hogy mint egy rendes kapitány, mint egy rendes miniszterelnök jár el, vigyáz az országára és utasítja a hatóságokat, hogy mielőbb jöjjenek ki a terepre, ahogy ön szokta mondani, miniszterelnök úr. Mindenkinek köszönjük annak a sok ezer önkéntesnek, aki jelenleg is dolgozik esőben, néha zuhogó esőben, a Duna és más folyóink, a Rába és egyéb folyóink mellett. És külön köszönöm a Tiszapárt szimpatizánsainak és a rengeteg Tiszaszigetnek, akik aktívan kiveszik a részüket a védekezésben. Rengeteg megkeresést kapunk, segítségkérést. Nem sokára posztolni fogok a Facebookon, hogy önök is lássák, és a Tiszaszigetek aktivistái is lássák, hogy hol van a legnagyobb szükség segítségre, hol van a legsürgősebb segítségre szükség, és ennek megfelelően tudnak majd menni ma is és holnap is segíteni. Mi holnap folytatjuk Pest megyében a homokzsákolást, valószínűleg Leányfalu, Nagymaros környékén lehet velünk találkozni. Természetesen, hogy a máshol sürgősebb feladat van, akkor oda fogunk menni. És hogyha a miniszterelnök úgy dönt, hogy elhagyja az országot egy ilyen árvízhelyzet idején, akkor én is kedden repülőre szállok és kimegyek Strasbourgba, és ott találkozunk, miniszterelnök úr. Köszönjük mindenkinek a segítséget, ha bármilyen felajánlás érkezne, vagy sürgős segítségre lenne szükség, akkor várjuk továbbra is az e-mailjeiket az arvizkukac.talpramagyarok.hu honlapon. Még megmutatjuk önöknek itt a Dunát, hogy mennyire árad már jelenleg, és látni fogják, hogy még körülbelül 4 méter fog emelkedni ide fölfele. Köszönjük szépen! Tehát itt ugye már 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sor megvan, 12-nek kell lenni. Ott a Duna lent, azt mondják, hogy körülbelül a vasúti töltés magasságának, ott a sötét szürke rész aljáig fog érni a víz.
Úgyhogy addig kell nyilván, vagy annál magasabb érnén ezek a homok nyúlgátnak. Itt van a homok, amit biztosít az önkormányzat vagy a hatóságok. Viszont a körbenéznék, látják, hogy csak civilek vannak. Se honvédség, se rendőrség, se katasztrófa védelem, csak a helyi önkéntes tűzoltók és a civilek és a Tisza párt aktivistái. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ma elmarad a Magyar Info este 7:30-kor, mert helyette inkább itt vagyunk a gáton. Remélem, nem sokára találkozunk. Mindenkinek szép estét kívánok. Köszönjük, hogy velünk tartottak.